Sapkák, egyenruhák, jelvények. Többek között ezen rendőrségi relikviák láthatóak azon a kiállításon, mely a Magyar Rendőr Relikvia Gyűjtők Egyesületének jóvoltából nyílt meg a Sátoraljaújhelyi Börtönmúzeumban. A terveink között az szerepelt, hogy egy évben 3-4 ilyen időszaki kiállítást nyitunk, és mindenképpen vagy rendvédelmi szervekkel, ha már nem a büntetés végrehajtással foglalkozunk, rendvédelmi szervek, vagy katonai jellegű kiállítások legyenek. Hát velük való kapcsolata a Rendőrség Történeti Múzeumnak köszönhető. Az egyesület, aki itt kiállította a tárgyait, ők a Rendőrség Történeti Múzeumban tartják évente 4 alkalommal a bőrzéiket, és hát ide vetődtünk el mi is, és innen a kapcsolat. A Magyar Rendőr Relikvia Gyűjtők Egyesülete 1999-ben alakult meg Tarnavénán a Rendőrség Történeti Múzeumban, akkor azzal a céllal, hogy összefogja azon rendőröket, akik a rendőrség történeti emlékeket gyűjtik. A megalakuláskor 20 tagot számláló egyesület már 50 fős tagsággal működik. Az egyesület 11 éves fennállása alatt ez a harmadik kiállítás, amit rendez. Kettőt rendeztünk a Rendőrség Történeti Múzeumban. Az egyesületünk akkor volt 3 éves, amikor az elsőt rendeztük, és tavaly rendeztük a 10 éves jubileumi kiállításunkat, ami nagyon jól sikerült. A kiállítás annyit jelent nekünk, hogy még tényleg nem csináltunk Budapesten kívül kiállítást. Nagyon jónak tartjuk magát, ezt a kiállítóhelyet is. Tudjuk, hogy ez egyetlen az országban BV kiállítóhely, büntetés végrehajtási kiállítóhely. A Börtönmúzeumban berendezett időszaki kiállítás két részből áll. A magyar rendőrség történetét dolgozza fel a kiállítás egyik része 1906-tól 1989-ig, egyenruhákkal, jelvényekkel, kitüntetésekkel. A kiállítás másik részében a világ rendőrségének sapkái, karjelvényei, felvarrói láthatóak, de egyéb érdekességek is megtalálhatóak a tárlaton. A bejárat mellett közvetlenül van egy fotó, a Furman Attila fotó, rendőrautó fotó gyűjteményéből készült, kb. 1400 autóból van összeállítva egy magyar rendőrautónak a képe. A kiállításban szerepelnek ritkaságok, például a közbiztonsági szolgálati jel, 1947-es alapítású közbiztonsági szolgálati jel arany és ezüst fokozat, amelyből 16-16 példány került adományozásra. Hogy mondhatnám, éppen a körzeti megbízati karjelvényt, vagy a Bástya ese, vagy az AVH-nak, a sportegyesületének a karjelvényét, amiből eddig egy-egy darab került elő. A kiállítás részét képezi az 1947-ben alakult rendőrakadémia karjelvénye is. Ez a karjelvény is egy érdekesség, összesen 4 található belőle az országban, amit most ki lett állítva, ez a rendőrakadémia parancsnokái volt, az akkori parancsnokái volt ez a karjelvény. Megemlékezünk az iskolákról, úgy a tiszteletes iskolákról, mint a rendőrtiszti főiskoláról, az 1951-ben alakult rendőrtiszt képzőről. A kiállításban szerepel még a szintén ritkaságnak számító Horthy korabeli 1935 mintájú rendőrtábornoki zubbony és két 51 mintájú rendőrségi zubbony.